17. fejezet Összeesküvés a tengerparton Leonardo elindult a városba Hildével és Tádé atyával. Dolf elküldte Pétert és Frankot, hogy hívják össze a rendfenntartók altisztjait, és szólt, hogy Frieda, Mária és Marike is álljanak készen. Nagyon rövid idő múlva vagy száz erős fiú és lány vette körül. Figyeljetek, gyerekek, mondta. Tanácskoznunk kell, de azt nem lehet itt a tábor közepén. Menjünk le a tengerpartra. Történt valami? kérdezte Bertó csodálkozva. Történni fog, és fel kell készülnünk rá. Dolf egy kis öbölbe vezette a csapatot, a sziklák közé, ahol senki sem hallgathatta ki őket. A nap már lement, de még nem sötétedett be egészen. Úgy látszott, maga a tenger világít, a hold meg feljött az ernyőfenyők fölé és ezüst szikrákat vetett a vízre. A kíváncsi gyerekek úgy vették körül Dolfot és Marikét, mint kis majmok, és nagy várakozással néztek vezetőjükre. Tudjátok, hogy Miklós bezárkózott a sátorba, hogy bőjtöljön és imádkozzék. A csodára készül. Kezdte Dolf, aki nem nagyon tudta, hogyan közölje mondani valóját. A gyerekek lelkesen bólogattak. Mert Miklós azt hiszi, folytatta Dolf tétovázva, ez még rosszabb volt, mint az iskolában egy kis előadás, hogy a tenger ketté válik előtte, amint, amint az megparancsolja a tengernek. Újra mind bólintottak. Hiszitek, hogy ez bekövetkezik? Megígérték nekünk, mondta Frank nyugodtan. Igen, tudom. De látod, itt a bökkenő. Feszült figyelemmel néztek rá. Jeruzsálem, mondta Dolf izzadva, nem ennek a tengernek a túlsó partján fekszik. Jeruzsálem több mint ezer mérföldnyire keletre van tőlünk. Arra. Széles karmozdulattal mutatott a száraz föld felé. Nem értem, mondta Frieda aggódva. Mindjárt megérted, ígérte Dolf. Gyerekek, én véletlenül tudom, hogy a világ miként is néz ki, és hogy hol vannak az egyes országok és városok. Ezt még régebben tanultam egy bölcs öregembertől. Figyeljétek, ott a tenger túlsó partján Afrika van, és ott csupa pogányok laknak. Afrika, mintha hallották volna már ezt a nevet. Ahonnan az oroszlánok jönnek? kérdezte Péter hitetlenkedve. Igen, Afrika a négerek és a vadállatok, az oroszlánok, elefántok és párducok országa, olyan föld, ahova jobb, ha mi, keresztények, besetesszük a lábunkat. Nem félünk a pogányoktól, majd elkergetjük őket, kiáltotta egy harcias nagyfiú. Igazad van, Kárl, de mi a szentföldet bitorló törökök ellen akartunk vonulni, nem pedig a tunéziai mohamedánok ellen, akik Észak-Afrika partján laknak. Azokhoz semmi közünk. Hát nem ugyanazok? kérdezte Frieda. Nem, egyáltalán nem. Ugye, most már ti is megtanultátok, hogy a világ borzasztó nagy. Hetekig, hosszú hetekig kellett gyalogolnunk, amíg megérkeztünk Génuába. És Jeruzsálem még kétszer olyan messzire van, mint Génua. Jeruzsálem a tenger túlsó partján fekszik, mondta Péter makacsul. Nem, Péter. Jeruzsálembe valóban csak úgy juthatsz el, ha átkelsz egy tengeren, de nem ezen. Ennek a tengernek Afrika van a túlsó partján. Ezért csodálkoztam már hetek óta. Vajon miért vezet Anselmus és Miklós Génuába benneteket? Sehogy sem értettem. Most már tudom. Anselmus Páter és Miklós azt mondták nekünk, hogy Génuában szétnyílik előttünk a tenger. Erősködött az egyik rendfenntartó, akinek Dolf nem tudta a nevét. Mert Isten azt ígérte nekik. Te hogy mondhatsz most mást? Dolf megfeszítette magát. Most kell megmondani az igazat. Anselmus Páter hazudott. Általános elborzadás és még felháborodott morgás. Mert, folytatta Dolf gyorsan, Anselmus nem igazi pap, még csak nem is szerzetes. Kalandor, rabló, kalóz. De hisz tud olvasni, kiáltott Frieda. Igen, Anselmoz gondos nevelést kapott, mert papnak szánták, de rossz útra tért, és kicsapták a kolostori iskolából. Azt akarod mondani, Rudolf van Amstelven? kiáltott egy fenyegető hang a kör hátsó részéből. Hogy Miklós nem szent? Miklós hallotta az angyalok hangját, és lángoló keresztet látott? kiáltotta egy másik gyerek. Igen, tudom. És Miklós nem hazudott? Miklós nagyon is becsületes volt. Őt is becsapták, ahogy mindannyiunkat. Isten senkit sem csap be, kiáltotta Frank. Figyeljetek, gyerekek! Elmondom nektek, hogy történt. Az égő kereszt, amelyet Miklós látott, közönséges fa kereszt volt, amit Anselmus maga ácsolt, és gyújtott meg, és egy dombocska fölött lengetett. Miklós azt hitte, látomás, nem tudta, hogy egy gazember becsapja. A gyerekek elképettek. És az angyalok hangja, folytatta Dolf, az is csalás volt. Anselmusnak szüksége volt egy pásztorfiúra, aki szentként szerepelhet. Miklósnak azt kellett hinnie, hogy kiválasztott. Ezért aztán Anselmus éjjel álmában mindenféle jámbor dolgokat suttogott a fülébe. Miklós azt hitte, hogy angyalok szólnak hozzá. – És te honnan tudod mindezt? – tették fel néhányan a logikus kérdést. – majd azt is elmondom. De még nincs vége a történetnek. Semmit sem értek, szólt közben Maréke hirtelen. Azt mondod, hogy Anselmus becsapta Miklóst. Egyáltalán nem szeretem Anselmust, és el is hiszem, hogy gazember. De miért? Tréfából csak nem csinált ilyet. Nem is volt tréfa, felelte Dolf melegen. Ez az aranyos kis Marike egyre okosabb lesz. Nézd, Anselmus igazság szerint lombardiai, és ti is tudjátok, hogy a lombardiaiakban nem lehet igazán megbízni. Magában szégyenkezett emiatt az ostoba ér miatt, de muszáj elérnie, hogy a gyerekek higgyenek neki, ezért az érzelmeikre kellett hatnia. Ugye, még jól emlékeztek az ógliomenti csatára, amelyben több mint harminc bátor gyerek esett el. Látta, hogy a fiúk, lányok hevesen bólogatnak. Gazemberek! Hallotta több felől. Hát figyeljetek! Anselmosznak szép kis terve volt. Azért ment Német Földre, hogy az észak-afrikai rabszolga, rabszolgapiacok számára gyerekeket toborozzon. Persze, egy gyerek sem lett volna olyan ostoba, hogy vele menjen Génó a kikötőjébe, ha előre tudja, hogy ott hajóra rakják, Afrikába szállítják és eladják a pogányoknak. Ezért találta ki Anselmus ezt a csalást. Ha a gyerekek azt gondolják, hogy Jeruzsálembe viszik őket, szívesen követik. Hogy a csalás hiteles legyen, szüksége volt egy pásztorfiúra, aki azt hiszi, hogy szent küldetést teljesít. Most már értitek? Először el kellett gondolkozniuk. A gyerekeken lassan óriási felháborodás vett erőt. Dolf azonban felemelte a kezét, és újra megszólalt, még mielőtt a dühöknek szabad folyást engedtek volna. Figyeljetek! Anselmus azért hozta Génoába a gyerekeket, mert itt vártak rá a barátai, hat kalózkapitány üres hajókkal. De ez nem elég ahhoz, hogy 7000 gyereket elszállítsanak, még akkor sem, ha összezsúfolják őket. Anselmoszt nem érdekelte. Úgy képzelte, hogy kiválasztja a legszebb és legerősebb gyerekeket, akik majd felmehetnek a hajókra. Az meg, hogy mi, történ, mi történik a kicsikkel, a gyengékkel, nem érdekelte, ott maradhatnak a tengerparton, és tőle nyugodtan éhen pusztulhatnak. De ha a tenger ketté válik, nem lesz szükségünk hajókra, kiáltotta Karl. Nem, akkor nem. De ketté válik-e a tenger? Miklós azt hiszi, hogy igen. Anselmus azonban jobban tudja. Ő tudja, hogy ez nem fog megtörténni, és hogy ti holnap milyen csalódottak lesztek. Mert nem Isten ígért Miklósnak csodát, hanem két álszerzetes, két gazfickó, akik sok ezer gyereket akartak eladni rabszolgának. Azt hiszitek, Isten kiszárítja ezt a tengert, hogy gyalog mehessetek a rabszolga piacra? Mert a túlsó parton csak ez vár rátok, nem a Szentföld, nem Jeruzsálem a reszkető szaracénokkal, az nem arra van, csak egy száraz, forró tengerpart található, melynek városaiban arabok élnek, akik sok ezüstöt adnak a kis szőke, éjszaki rabszolgákért. Egyáltalán nem láttunk hajókat, jegyezte meg Frank. Nem, azok a kikötőben vannak. Figyeljetek! Útközben sokszor és hosszú időre meg kellett állnunk, és emiatt később értünk Génuába, mint Anselmo számított. Emlékezzetek csak, mennyire sietett mindig. Félt, hogy a kalózkapitányok nem várják meg. Ismerem a terveit, gyerekek. Holnap, ha a tenger nem válik szét Miklós lábai előtt, Anselm most majd megjelenik, és azt mondja, gyerekek, Isten meghallgatta a génoljak imáit, és nem engedte, hogy kiszáradjon a tenger, mert a város nem létezhet a tenger nélkül, de végtelen jóságában másik csodát tett. Hajókat küldött, amelyek elvisznek majd benneteket a Szentföldre. Gyertek utánam, várnak a hajók és ti mit fogtok tenni? Újongva beszálltok és elhajóztok. Nos, nem ám Jeruzsálembe, hanem a pogányok rabszolga piacaira. Fiúk, még nem késő. Ha összefogunk, még megakadályozhatjuk, hogy a szent gyermekhadsereg Génuában tengerre szálljon. Hazudsz, Rodolfan van Amstelven, kiáltott egy nagyfiú. Holnap igenis kiszárad a tenger. Miklós megígérte, és Miklós igazat beszélt. Bár csak úgy lenne, mondta Dolf én is szeretném látni ezt a csodát. De esküszöm mindenre, ami szent, hogy nem fog megtörténni. Álszelmusz becsapta Miklóst. Hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon, elővette a pulóvere alól szűzanyás függőjét, és megcsókolta. A gesztusnak nagy hatása volt. Honnan tudod mindezt, Rudolf? kérdezte Marike elborzadva. És mióta? kérdezte Péter gyorsan, Kedves gyerekek, csak néhány órája tudtam meg. Anselmus ugyanis nem volt egyedül, amikor csodákat és látomásokat rendezett Miklósnak. Még valaki ott volt, egy tettestárs. Johannes Páter, kiáltotta Frank elszörnyedve. Pontosan. De Johannes egyáltalán nem olyan ördögi gazember, mint Anselmus. Kezdetben ő is közreműködött a cselszövésben, később azonban megbánta. Mikor Karolusz meghalt, majd megszakadt a szíve. Ma délután elmondott nekem mindent, az egész összeesküvést, sajnos csak ma délután. Először én sem hittem a fülemnek. Johannis aztán megesküdött, hogy igazat mond. Nem akarja, hogy végrehajtsák ezt az ördögi tervet. Nem akarja, hogy a sok ezer gyerek, akikért olyan keményen dolgoztunk, a pogányok kezébe kerüljenek, rabszolgának. Ma délután ezért sírva bevallott nekem mindent. Aztán Tádé atyához ment, hogy mindent meggyógyjon neki. Tádé atya is csaló? kérdezte Frank ilyetten. Nem, Tádé atya épp oly keveset tudott erről a piszkos gaztetről, mint mi. Hol vannak? morogta egy harcias kislány. Mindnek elvágom a torkát? Nyugodj meg, Márta. Elmentek, mondta Dolf. Amint Tádé atya értesült az ördögi tervről, elindult, hogy mindent elmondjon Génoa püspökének. Leonardo is a városba ment Marburgi Hildével. Megpróbálnak kihallgatást kérni a hercegtől, és azt is tudom, hogy Ánszelmosz hol van. Aki kötőbe ment, hogy összehívja a kalózkapitányokat és rabszolga kereskedőket, és elmondja nekik, 7000 gyerek táborozik a tengerparton, akik azt hiszik, úton vannak a Szentföldre. 7000 kis rabszolga a pogányoknak. És megkéri a kapitány urakat, Ugyan szállítsák már el a gyerekeket a túlsó partra, a tunéziai nagy rabszolgapiacokra. Ezt intézi Ánszelmosz ebben a pillanatban. Holnap délben majd biztosan visszatér jó néhány kapitányjal, és azt mondja nektek, hogy nem kell kétségbe esnetek. Mert arra számít, hogy senki sem tud a gyerek hadsereg. a gyerek hadseregben ördögi terveiről. Nem tudja, hogy Johannis megbánta bőneit, és mindent elárult nekünk. Hol van Johannis? kérdezte Frieda éles hangon. Az ő szájából akarjuk hallani a történetet, helyeselt Frank. Péter meg felpattant. Hol van? Menjetek érte, valahol a táborban lesz, mondta Dolf. De ne bántsátok. Gondoljátok meg, azért árulta el a cselszövést, mert meg akart menteni benneteket. Szerettiteket. Ő csak úgy benne volt, hogy teljesen potyára jöjjünk Génuába, vetette oda Péter dühösen. Útközben sok száz gyerek meghalt, de Johannis hallgatott. Ha adta, hogy gyalogoljunk, folyvás csak gyalogoljunk, át a hegyeken és a forró síkságokon. Egész idő alatt tudta, hogy mi vár ránk Génuában, és semmit sem szólt. Ma szólt Péter, még épp idejében. A gyerekek zajongtak. Egymás közt megbeszélték a dolgot, sokan még mindig képtelenek voltak elhinni, hogy ennyire becsapták őket. Frieda, Frank és Péter elindultak, hogy megkeressék Johanniszt. A többiek Dolfot árasztották el a kérdéseikkel, s ő türelmesen válaszolgatott. Egy puszta sziklára kavicsokkal és kajdlókkal térkép rajzolt, hogy bebizonyítsa nekik. Jeruzsálem sokkal keletebbre fekszik, és Génoával szemben Afrika terül el. A három gyerek fél óra múlva jött vissza, kezénél fogva húzták maguk után Jóhanniszt. Amikor az álszerzetes meglátta, hogy jó száz gyerek gyűlt össze Dolf körül, fenyegető, dühös arcú gyerekek, ilyetten visszahőkölt. – Ne félj! – kiáltott oda neki Dolf. – Készek meghallgatni téged, Johannis. Mondd el nekik, amit nekem is elmondtál délután. Tiszteljük a megtért bűnösöket. Johannis félelemtől reszketve ült le a fiú mellé, egyáltalán nem érezte magát biztonságban a harcias gyerekek között, akik halkan morogtak. De elfutni sem mert, hiszen azonnal utána szaladnának és letepernék. Habozva kezdett mesélni. Sötét múltjáról, nyomoráról, gazdaság utáni vágyáról. Meg hogy bolondították el Miklóst, aki azt hitte, szent látomásban volt része. Anselmus hatalmáról, és hogy milyen szomorú volt, mikor Károlusz meghalt. Beszélt arról, hogy egyre jobban megszerette a gyerekeket, és egyre jobban megbánta, amit tett. A gyerekek csüktek az ajkán. Tehát gazember és rabszolga kereskedő ez az ember, akiben úgy bíztak. Mégsem tudták gyűlölni. Mindig jó volt hozzájuk. Bátorította, támogatta, segítette őket. És különben is a megbánás, az őszinte, mély megbánás mindig gyöngétséget ébreszt. Mellette szólt, hogy nem tartott ki végleg a csalás mellett. Ebben az emberben a szeretet legyőzte a rosszat. Ez különösen nagy hatással volt a 13. századi gyerekekre. Johannis eldadogott vallomása végre meggyőzte őket, ösztönösen újra Dolphhoz fordultak. Most már elhiszitek? kérdezte a fiú meg, megkönnyebbülten. Akkor jól figyeljetek, holnap lesz a döntő nap. Miklós még semmit sem tud a sátrat őrizteti, és senki sem mehet be hozzá. Nekünk sem hinné el, ha megmondanánk neki, hogy Anselmus becsapta. Holnap azonban maga is észre fogja venni, mikor nem nyílik szét előtte a tenger. Hogy akkor mi történik? A gyerekek biztosan nagyot csalódnak. Talán majd meg akarják ölni Miklóst, de ezt nem engedhetjük. Nem ő tehet róla. Lehet, hogy a gyerekek fellázadnak, de meg kell próbálnunk kézben tartani őket és mindenképpen meg kell akadályoznunk, hogy Anselmus csábításának engedve hajlandók legyenek hajóra szállni, mert akkor elvesztek. Két dolgot tehetünk. Megpróbálhatjuk előkészíteni a gyerekeket a csoda elmaradására. Ez a ti feladatotok. Ezen kívül meg kell védenünk Miklóst, mikor kudarcot val. Ha pedig megjelenik Anselmus, hogy elmondja, hajókat hozott, azonnal belé kell folytanunk a szót. Majdnem éjfélig tanácskoztak. A hold már lement, mire aludni tértek. Fáradtak, csalódottak, sőt, elkeseredettek voltak. Bátortalanul nézték a fehér sátrat, ahova Miklós bezárkózott. Hallgatagon telepedtek le a kis tüzek mellé. Néhányan sírtak. Dolf félt. Megfente a kését, és magában azt kívánta, bárcsak vele lenne Leonardo. Vajon képes lesz-e holnap parancsolni a megvadult rendfenntartóknak? Vajon hallgatnak-e majd Rudolf van Amstelvenre, ha saját parancsnokuk a városban van? Nem tudta. Még azt sem tudta, hogy igazán megbíznak-e benne a gyerekek. Még mindig volt benne valami idegen, valami titokzatos, amit nem értettek. Nem tudtak megérteni. És egyáltalán nem lepne meg, gondolta hirtelen, ha Miklós holnap megpróbálná, hogy engem okoljon a be nem következett csodáért és az egész nyomorúságért. Félelmektől és gondoktól gyötörve aludt el.